Melyik az a zene, amit teljes hangerőből fogsz is skandálni az első sorba? Hát a Lifestyle, az most a legjobb. Hogy szól a refrénje, ezt fel tudod idézni? Várjál. Bodybuilding BLC, Lifestyle, minden zenét Main Street, bye, bye, az éjszakában élni, tovább nem tudom. Hello, szia, hello! Nézzétek ti is a partiségtől! Jó estét, Szentvár! Jó estét, Ízel! Hello, sziasztok! Ez itt a Partiség Össze legújabb adása. Nem így terveztük, nem erre a helyszínre, de végül itt vagyunk Szegváron, a Klub Dieselben, Lumen Prolán és Péter Lammeren, ugye? Így van, nem tudom mit mondtál, de így van. Így van, hogy láthatjátok, megőrülés van. Egyre több bulival készül nektek a Diesel, úgyhogy érdemes lesz megnézni a mi Facebook oldalunkat, az ő Facebook oldalukat is, hogy a következő hónapokban milyen események lesznek itt, ahogy már mondtam, Szegváron a Dieselben. Magunkat. Tudjátok, hogy jelenleg ki a mai fellépő? Igen! Lumen Prola! Lumen Prola! Lumen Prola! Mindjárt itt van, itt mindjárt itt lesz a hátunk mögött a színpadon. Prolának mit üzenünk? Hát nagyon szeretjük! Ja, nagyon szeretjük! Hello! Ez hova megy? Hello, hogy meglátod, jó? Hol van? Hova megy? Gyere vissza! Gyere már! Egy veszel a tisztát! Bárti zsinkőt! Mi bazd, hogy nyomjuk te két eszel! Hogy érzitek magatokat? Nagyon fasza! Amúgy én úgy jöttem, én anyámmal jöttem, csak összevesztünk a buszon, ő itt leszálltam ott. Nem mondod. Ja. De mi vesztetek össze? Hát, bazd meg, anyagi helyzet, mondom. Mondta anyám, adjak már neki kölcsön, mondom. De mi lesz így, hol fogsz aludni, vagy be fog engedni még? Elmegyek valami nőhöz. TikTokos sávó! Én vagyok! Azt a kurva, bazd meg! Kibaszott jó! TikTokos sávó! Így van, így van! Szavaszok! Amúgy cigány vagyok! Amúgy én is, keci jó buli! Be vagyok! Halló, ti kik vagytok? Szentesi! Hogy mennek az a busszal majd reggel? Ja. Szerintem gyalog, de ki tudja még? Biciklivel kellene egy! Nem tud biciklizni! Az nincsen! Lopunk egyet! Ennyi, lopunk egyet! Visszavérünk a statút! Valahogy hazajutunk! A mai napon itt van velünk a Lumen Prola, egy dalszöveget kellene tőle idézni! Na basz meg, ez nehéz! Csak a pacek! Csak a Kuno Mário! Ez melyik zenéje, hogy ezt éneklő? Csak a pacek! Csak a Kuno Mário, ez melyik zenéje? Melyik zenéje? A Rajosan! Galátor!
Prolától az ölszak! A növel prolát, ezt nem vágom amúgy, ki csak jöttek a többiek, azt jöttem én is! És az álcaj, policaj! Jaj, ezt vágom! Persze! A királyok! Sárk, Drax! A legjobbak! Mi vagyunk itt az alkoholisták! A tiszteli bujárok, mi vagyunk! Én nem minden való szólyok, én csak így a feljár videó! Hogy hívnak? Hogy hívnak? Ádám vagyok! Én meg Ruben, én vagyok a testőröd! Na! Jó? Úgy vigyázzuk az ideket! Én visszatértem, megint csinálunk egy sztorit! Hello! Anyukádnak! Aha, anyámnak! Voltál itt legelőször a dízelben? Most vagyok itt először. Hogy nem voltál eddig? Tessék? Hogy nem voltál eddig? Hát nem jártunk nagyon sehova. Mert a szegedi vagyok, és inkább oda járok. És a mai napon a Lumen Prala vonzott ide téged? Így van, így van. Van kedvenc száma neked, tőle, neki, neked? Az egész zenét szeretem, összeset. Nagyon várom Pralát is, nagyon jó buli! Te valósi vagy? Csongrádi vagyok! Eljöttél ide? Prala miatt? Igen! Korábban voltál már itt a dízelbe? Nem, még soha! Következő! Én tegnap jöttem az a kecskemét! Kövesztél össze anyukáddal! Igen, meg tegnap jöttem az a kecskemétől, ami miatt szintén összevesztem vele! Hát ezt nem hiszem el, de mégis! Anyukádnak küldj egy Lumen Prala számot! Melyik Prala számot küldenél anyukádnak, hogy kibé? Kibéküljetek! Ezer a ha, ezer a 2010 a ha. Ha! Mit akarnak? Ezek a köcsögök mit akarnak? Ja! Yeah. Készültek valamivel a csajoknak? Még nem! Esze! Most figyelj, én Veszprém megyei vagyok, én Prala miatt jöttem le. A húsvéttel kapcsolatosan meg úgy vagyok vele, hogyha jönnek a lányok, én megyek hozzájuk, azt locsolom őket, amivel... Ha jönnek a lányok, én megyek utánuk, yeah! Ja! Ha megvan egy új dalszöveg! Recsei! Oh, de jó! Mikor? Április 15-e! Ez az! Recsei! Itt vagyunk Szegváron, a Diesel Klubban. Itt vagyunk először. Mit kell róla tudni és a helyszínről? Igazából Szegvárról azt kell tudni, a Klub Dieselről, hogy májusban lesz egy éve, hogy megnyílt ez a hely. Azóta vagyok ennek a helynek a
az egyik rezidense. Azóta próbálkozunk, vagyis fejlesztjük a helyet. Minden hónapban van egy vendégfellépünk. Próbáljuk a hónapokat úgy összerakni, mert rezidensség mellett, vagy nem tudom, hogy ez a szó, én vagyok a programszervező is, tehát próbáljuk a hónapokat tematikusan felépíteni. Általában egy hónapban két hét az olyan, ami inkább ilyen fiataloknak és középkorosztálynak szól. A másik két hét az meg az inkább a retrósabb vonal, tehát van egy hét, ami, vagyis egy hétvég, ami csak ilyen retró zenék szólnak, tehát 80-as, 90-es évek. A harmadik hét az pedig az igazából ilyen változó, az inkább ilyen házi buli feeling, tehát igazából a 80-as évektől napjainkig bármi belefér. Rajtam kívül még van kettő rezidens. Örülök neki, hogy igazából Magyarország úgymond headlinereit, mind rapper előadókat, illetve DJ-ket sikerült már elhívni, és a jövőre való tekintettel is vannak már lekötéseink egészen október közepéig. Úgyhogy terveink szerint jövő héten már ezt az évet be tudjuk fejezni, úgyhogy minden hónapra meg lesz a minimum egy vendégfellépőnk. Tervünk az, hogy az őszi, illetve a téli szezonra ne csak havi egy vendégfellépőt kapjanak az ide látogató, szórakozni vágyó emberek, hanem havi kettőt. És ha még van időnk, már pedig miért ne lenne, akkor gondolkodunk azon, hogy a havi második fellépővel lehet, hogy nem a fiatal, illetve a középkorosztályt próbáljuk megcélozni, hanem az idősebbeket, de ez még nem fixálódott, hogy a havi második fellépő az igazából ő vele, melyik korosztályt szeretnénk megcélozni. Áprilisban mi várható nálatok? Áprilisra nagyon készülünk, ugyanis, mint láthatták a nézők, hogy igazából elértük a helynek a kapacitásának a maximumát, nagyobbítani fogunk a helyen, tehát bővülünk. Terveink szerint legalább egy 50-70 fővel nagyobb befogadó képességre teszünk így szert. Tehát, mint ahogy kérdezted, áprilisban úgy gondolom, hogy egy elég ütős bulival készülünk húsvétra, nagypéntekre, ő pedig Szecsei és Joel Junior, és jó magam. Nagy érdeklődés övezi már az eseményt, tehát folyamatosan kérdezik, hogy az elővételes jegyeket mikor lehet venni, stb. És hogyha már az elővételes jegyeknél tartunk, akkor ez a holnapi naptól, tehát nem tudom mikor kerül adásba. Pár nap múlva. Tehát mindegy, az a lényeg, hogy aki szeretne eljönni, az rákeres a Facebook oldalunkra, a Klub Diesel Szegvára, és akkor ott fent talál minden információt, hogy mikortól lehet az elővételes jegyeket megvenni.